Idén szeptember 2-ára esett az ünnepi közgyűlés megtartása Tolna vármegyében. Ez a nap mindenkiről szólt. Közös érdeket szolgál. Első Lipót király 1699. szeptember 1-én adományozott pecsét használati jogot Tolna vármegyének. Az eseményt a Brass Five részfúvós kvintet nyitotta meg zenéjével. A vármegye minden települése értéket közvetít, mondta köszöntő beszédjében Latorcai Csaba államtitkár. Értéket közvetít a maga nemében mind a 109 települése a vármegyének, legyen az akár szellemi érték, művészeti érték, tárgyi emlék, élő szokás. Fontos a közösség életében az identitás és a valahova tartozás érzése. Most pedig ugye az évente egy darab olyan ülés, amikor a megyei kitüntető címeket adjuk át. Jelenleg ezt most letudtuk ezt a feladatot, és kiadtuk azokat a címeket, illetve azokat az okleveleket, meg serlegeket, jutalmakat, amiket erre terveztünk. Azt gondolom, hogy a megye sorozatban minden évben termeli magának a szorgalmas, lelkes, lokálpatriót embereket, akik különböző szinten, különböző tudással és lelkesedéssel támogatják a megye közéletét, a megyei településeken, akár az egész megyében, és ezeket díjazza a megye minden évben. Latorcai Csaba államtitkár büszkén számolt be a sikerekről. Fontos akkor, hogyha együtt vagyunk egy ilyen közösségi rendezvényen, hogy gondolkodjunk a jövőről, számba vessük az eredményeinket. Így a mai ünnepi közgyűlésem elbüszkélkedett a vármegye azzal, hogy a terület és település fejlesztési operatív program pluszból immáron több mint 20 milliárd forint erejéig olyan programok kerültek kidolgozásra, amelyek már szerződéssel is le vannak fedve, és olyan mennyiségű és minőségű pályázat, program és projekt került benyújtásra a vármegye több mint 100 településére, hogy meg is kellett emelni a keretet, immáron 49,9 milliárd forint áll Tolna vármegye rendelkezésére. A közösségi erők nagyban hozzájárulnak az életszínvonal növekedéséhez. Hiszen az a célunk, hogy 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé, így a Tolna megyeiek is, a Tolna vármegyében élő több mint 230 ezer honfitársunk is legyen ennek nyertese. Ők is olyan helyen és úgy éljenek, ahol nem csak jól, hanem szépen és boldogan is lehet élni. Ez a célunk, ennek rendelünk alá minden fejlesztést, minden helyi fejlesztést, minden járási és vármegyei fejlesztést. Fontos a múltunk tisztelése és becsülése, hiszen múlt nélkül jövő sincsen.